Na most elég jól megkapírgáltuk a koordinátázásnak az egyik összetevőjét, azt, hogy mikor lesz egyértelmű az előállítás. Nézzük most a másikat. Mikor, lehet egyáltal, mikor lesz az igaz egyáltalán, hogy mindegyik pont, a vagy vektor előállítható a kiindulási alapvektoraiból? Ez nem egy levezetés lesz. Ah, hogy ekkor meg ekkor, hanem ugyanúgy egy fogalmat, egy bevezetünk, egy definíciót teszünk rá, mint ahogy az egyértelműségnél is végül is kiukadtunk. Ez a fogalom pedig nem más lesz, mint a generátorrendszer fogalma. Generátorrendszer. Azt mondjuk, hogy vektorok egy halmaza, A1, A2, pont, 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 AK, azok generátorrendszert alkotnak abban az esetben, ha minden egyes v-vektorhoz, akármilyen vektort választok, akár hogy kiszúrok egy pontot, létezni fog c1, c2, ck számok úgy, hogy azokkal, mint ilyen súlyokkal, lineáris kombinációként előállítható az a vektor az a1, a2, ak vektorainkból. Hangsúlyozom minden vére. Akárhogy választok vektort, szükségképp találni fogok olyan C1, C2, CK számokat, hogy ez a V előáll lineáris kombinációként a kiindulási vektoraimból. És ha ez megvalósul minden vére, akkor azt mondom, hogy ezek generátorrendszert alkotnak. Például a síkban ez nem alkot generátorrendszert. Mert ez a pont, avagy az ide mutató vektor, az nem állítható elő belőle. Ez a két vektor, Ez szintén nem alkot generátorrendszert, mert ez a pont, ez a vektor továbbra sem állítható elő ebből a kettőből. Azonban ez a két vektor már generátorrendszert alkot. Bármelyik pont kikeverhető. Ugye ezt láttuk, nem mondom, hogy bebizonyítottam, de nagyjából illusztráltam, hogy hogyan. Figyelem, természetesen A1-A2, természetesen ez a három vektor szintén generátorrendszert alkot, attól még, hogy hozzáraktam egy úgymond feleslegeset, megbeszéltük milyen értelmen, attól még változatlanul igaz marad az, hogy mindegyik előállítható. Nem egyértelműen? Kit érdekel? Nem mondtam egy szót sem, hogy ez legyen egyértelmű, csak elő lehessen állítani. Elő lehet? Elő lehet. Sőt, ha én ide behúzok egy A4-et, vagy A5-öt, vagy A112-t, akkor is marad generátorrendszer. Jó, pont. És akkor most, a kezünkben van az összes eszköz. A kezünkben van az összes fogalom ahhoz, hogy jobban megértsük hogy ez, a, ez, a, ez a koordinátázás, mikor fog működni. És definiálhatunk egy fogalmat, amit használtam már korábban is, csak, csak nem mondtam meg, hogy mit most meg fogom tudni mondani. Mi kell ahhoz, hogy valami, hogy működjön a koordinátázás? Minden pont előálljon, és csak egyféleképp, egy, egyféleképp álljon elő, tehát egyértelműen legyen az előállítás. Minden a kezünkben van. Az, hogy minden pont előálljon, az azt jelenti magyarul, hogy a kiindulási vektoraink alkossanak generátorrendszert, azt pedig, hogy mindegyik csak egyféleképp álljon elő, legyen egyértelmű, ahhoz azt kell, nem bizonyítottuk, de úgy nagyjából illusztráltam, ahhoz azt kell, hogy alkossanak lineárisan független rendszert. Az az én akkor leszek jó, az lesz jó választás, ha egyszerre ez a kettő megvalósul egyidejűleg mindkettő. Azokat. A vektorrendszereket, amikre egyszerre megvalósul mindkettő, azokat úgy hívom, hogy bázis. A bázis az nem más, mint lineárisan független generátorrendszer. Ennyi. Ahol a generátorrendszerség garantálja, hogy minden pontot elő tudok állítani, és a lineáris függetlenség garantálja, hogy egyértelmű ez az előállítás. A bázis az csak egy rövid szó arra, hogy lineárisan független generátorrendszer. Ha visszaemlékeztek, amikor én ezt az egész koordinátázást bevezettem, akkor én ezt a szót már használtam. És azt mondtam, hogy amire szükségünk van, ez egy bázis, és ezeket a kiinduló vektorokat úgy hívjuk, hogy bázisvekt bázisvektorok. Ezért. Ez a mélyebb magyarázata annak, hogy hogy jött ez a szó elő, akkor tudok egyáltalán koordinátázni, és akkor leszek jó, ha a kérdéses vektorok bázist alkotnak, azaz lineárisan független generátor mert akkor minden előáll és egyértelműen. Elő. É, még egy dolog talán itt érdekes. A, vegyük a teret. A, ugye a, ott is el lehetne ugyanezeket játszani egyet behúzok, az, az nem rendszer, kettőt behúzok, az sem, hármat, az már lehet az, ugye nem szükségképpen, hogy esetek, egy egyenes vagy egy sikra, ugyanúgy eljátszható a dolog. Fel is írom, jó, vehetünk egy vektort, kettőt, hármat, négyet, ötöt, hatot, stb. Mi az, amit láttunk? Nézzük meg ezeket a dolgokat. Ugye az egyik, amit láttunk, igen, ezeket nem bizonyítottam be, de azért így síkban, térben, szemlélet alapján azt hiszem, ezek elég jól látszódnak az, hogy lineárisan független vektor a térben, a szokványos térben, az legfeljebb három darab lehet. Tehát azt mondom, hogy itt vannak a lineárisan függetlenek. Az akkor lehetnek, ha egy, kettő vagy három darabot vettem föl. Vigyázat! Természetesen szó nincs arról, hogyha egy, kettő vagy hármat vettem föl, azok kötelezően lineárisan függetlenek, és szükségképp azok. Fölvettek egy-egyenes Csak annyit mond, hogy ezek lehetnek azok, négy öt meg 6, pláne, az elővileg lehetetlen, hogy lineárisan független tudjon lenni. Tehát azt sat jelöltem meg, ahol elvileg lehetséges. Újra van, ott sem biztos, de, de csak itt lehet. Itt nem lehet, hogy egységes, Ha ennyi vektort veszek fel, lineárisan függetlenek legyenek. A generátor rendszerséghez az kell, megint nem bizonyított, de szemlélet alapján talán látszik, elég jól, hogy 3, 4, 5, 6, stb. darab alapvektorunk legyen. Ez, a, ez, kell a generátor rendszerséghez. Megint csak nem kötelező. Föl lehet venni 16 vektort is úgy, hogy nem generátorrendszert alkotta, mondjuk egy egyenesbe de az lehetetlen, hogy egy vagy kettő az generátorrendszer tudjon lenni, az kizárt, azt még a legügyesebb felvétel sem tud a térben generátorrendszer lenni. Tehát megint ez azt jelenti, hogy elvileg lehet generátorrendszer. És akkor mi az, amit ebből az egészből látunk? Egy nagyon fontos megállapítás, ami általánosságban is igaz lesz. Az, hogy a bázis az csak itt tud lenni. Figyelem, megint csak, természetesen nem azt jelenti, hogy mindenféleképp, ha három vektort mondok, az bázist alkot a térben. Lehet felvenni hármat úgy, hogy nem lineárisan független mégsem. Lehet felvenni, úgyhogy nem generátorrendszer, tehát nem valószínű, hogy kötelező minden három vektorbajú rendszer az megvalósítsa ezeket, egyszer, pláne egyszerre, tehát hogy bázisra alkosan, de ha megvalósítja, az kizárólag három elemű lehet. És ez egy nagyon fontos megállapítás. Arról van szó, vagy ez azt mondja nekünk, hogy a bázis nem egyértelmű. Többféle bázis is lehetséges. Mert ez is bázis, ugye most ez, ez, ez nem csak a generátor rendszerségre példa, bár én arra hoztam, de példa a bázisságra is, mert ugye lineárisan függetlenek, de rajzolok még egyet, mit tudom én, A1, A2, ez is egy jó bázis. Mert generátor rendszert alkotnak és lineárisan függetlenek. Végtelen sokféle van. Tehát ilyen értelemben mondtam azt, hogy a bázis az nem egyértelmű. De az elemszáma az igen. Az, hogy hány darab vektor alkotja, az egyértelmű. Itt a síkban szükségkép kettő az elemszám, lehet ilyen is, lehet ilyen is, lehet de mindegyik kettő darab vektorból áll, térben lehet nagyon sokféle jó bázist választani, de a szükségkép kötelezze mind három darab vektorból fog állni. És ezt a fogalmat, a bázis elemszámát, tehát hogy hány darab vektorból áll, ami értelmezhető mindig, ezt úgy hívjuk erre, van egy külön szó, úgy hívjuk, hogy dimenzió. Ez egy egyértelmű... A bázis maga nem, de a dimenzió az egyértelműen meghatározott. És akkor most értitek meg, hogy miért szoktuk azt mondani köznyelvileg is, a síkra, hogy kétdimenziós, a térre pedig azt, hogy háromdimenziós. Azért, ezt nem szoktuk köznyelvileg hozzátenni, de igazából ez az indoklása, Azért, mert a síkban a bázisok elemszáma kettő, és csak kettő tud lenni, a térben a bázisok elemszáma szükségképp csak három tud lenni. És ezt hívjuk úgy, hogy dimenzió.